9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Az 1956-os nemzetőrség megalakulására emlékező márványtáblát avattak. Nemzetközi pályázatokon nyertek, nemzetközi projektekben vesz részt a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és a Telepi Károly Általános Iskola és Gimnázium. Szeretettel köszöntjük Önöket! 1956. október 31-én alakult meg az Üllői út 45 szám alatt a nemzetőrség. Múlt héten, a megalakulás évfordulóján, az 1956 magyar nemzetőrség szervezésében koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak, majd felavatták az épület falán elhelyezett emléktáblát. 56 évvel ezelőtt, most itt, ahol állunk, a volt Mária Terézia, illetőleg utána Kilián lakonyában történt az, hogy megalakult a magyar nemzetőrség, a magyar forradalom győzött. A magyar forradalom győzelme 5 napos, nagyon kemény és véres harcok során született meg. 23-án kezdődött, és 28-án győztesen befejeződött. Budapestről a felkelők kiverték a világ akkori legerősebb hadseregnek a harcosait, és Budapestről megtörtént a kivonulás. De ismeretes az, hogy a szovjetek az egyezményeket és az egyességeket hogy tartják be. Az lett a vége, hogy kivonultak Budapestről, és körbezárták, és utána hatalmas erőket hoztak be, még szovjet földről, és el kell mondanom azt, hogy nagyobb erővel támadtak november 4-én hajnalban a magyar fővárosra, mint annak idején a Wehrmacht Franciaországra. Azt hiszem, hogy egy kis különbség van, és érzékelhető az a borzasztó túlerő, amelyel szembeálltunk. Nagy Imre miniszterelnök november 4-én hajnalban kijelentette, hogy csapataink harcba állnak. De ezek a csapatok kevesek voltak ahhoz, hogy ismételten kiűzzük Budapestről a szovjet megszállókat, és a harc néhány nap alatt eldőlt. Ön egyébként miként vett részt a forradalomban? Én kérem szépen, akkor az EGRI tanárképző főiskolának a végzős hallgatója voltam, és tanulmányomat természetesen soha nem fejezhettem be. Ott a nemzetőrség riadó csoportjának voltam a parancsnoka. Volt katonai tanszék, ott megszerveztük már 24-én a nemzetőrséget, és ide a Király laktanyába úgy kerültem, mint a Heves megye küldöttje, mert csak meghívóval lehetett ide jönni a megalakulásra. Ma Magyarországon különböző nemzetőrségek vannak, van észak, kelet, dél, mit tudom én, Dunamenti, Tiszamenti, de magyar nemzetőrség, 56 magyar nemzetőrség az egy van. Mi vagyunk a törvényes jogutódok. Király Béla vezéredőres úr rám hagyta, írásbeleg rám hagyta. Tehát ma én vagyok a nagyon tisztelt és katonailag magasan képzett Ludovikás tiszt rajtársnak az utódja, és én az ő elképzeléseit életem végéig követem. Ma, hogy úgy állunk, hogy 3 földrészen vagyunk, Európában, Amerikában és Ausztráliában. És hányan tagjai a szervezet? Az nagyon érdekes, 3200 tagunk van, 13 országban. Rendfokozatilag úgy van, hogy őrmestertől kisebb nincsen. És egyedüli vezérezés én vagyok, a többiek ezen osztoznak. Természetesen a rendfokozatoknál számít az, hogy ki valódi 56-os, mint itt van a szénatéri bajtársam mellettem, aki kimerre mit jelenteni élethalára, hogy ő a szénatéri cigány hős. 2 testvére elesett, és az utótól töltseik harcolt 1956-ban. A Comenius iskolai együttműködési pályázatnak köszönhetően a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola művészeti ágakat összefoglaló programot valósít meg 2 német és 1 olasz iskolával közösen. Also das Projekt nennt sich venezianische Mehrkörigkeit auf einen. Az ötletet egy 16. században Velencében létrejövő új műfaj adta. Ez az úgynevezett velencei többkórusosság vagy többszólamúság.
Ez úgy jött létre, hogy a velencei Szent Márk dombban különböző kórusok egymással, illetve egymással szemben énekeltek a templom több pontján. A mi ötletünk az volt, hogy kibővítjük ezt a több kórusosságot, és nem csak a zenében, hanem a táncban és a költészetben is bemutatunk produkciókat. A diákok a különböző workshopokon Európa különböző pontjain találkoznak. Minden iskolából egy meghatározott számú diákcsoport vesz részt egy-egy workshopon. Különböző témákban dolgoznak, például Budapesten az irodalommal fognak foglalkozni, Olaszországban a tánc áll majd a középpontban, Lindenbergben a kórus és az éneklés, Kaufbeurenben pedig a zene, a hangszeres zene. A gyerekek, akik részt vesznek ezeken a workshopokon, hazatérve megtanítják a megszerzett tudást a többieknek, és a végén minden diák kiutazik Kaufbeurenbe, és részt vesz a Kaufbeureni Fesztiválon, egy olyan teremben, amely 400 néző befogadására alkalmas, és ezen a fesztiválon mutatják meg a tudásukat. Biztos vagyok benne, hogy mindenki nagyon jól fog érezni magát. Most indul a projekt, most volt az első alkalom, amikor a német, olasz és persze a magyar kollégák, tanárok közösen megbeszélték, hogy az elkövetkező két év hogyan is nézzen ki. Mi jutott a magyar résznek, vagy mit vállaltak önök, tehát miként fognak az iskolával részt venni ebben a pályázatban? A mi témánk igazából zene a lírában és líra a zenében, vagyis versek és zenék összepárosítása. Márciusban érkezik ide a csoport, és ez a pár nap, amit itt töltenek, egy pantomim előadással fog párosulni, tehát verset és pantomimmal párosítva előadjuk. Saját nyelven mondja mindenki a verseit, és idegen nyelvű diákok fogják mindezt tolmácsolni testbeszéddel. A másik pedig, ami a miénk legfontosabb része, az egésznek a dallama, egy zenét fogunk kapni, amire pedig mindannyian magyarul, németül és olaszul fogunk szöveget írni. Ez lesz az egész projektnek a vezérdallama. A harmadik, ami nálunk fog futni, az egy fúga, gyakorlatilag versekből, földrajzi neveket ebből a három országból fogunk összeszedni, és ezekből fogunk összerakni egy dallamot. Diákok közül hányan vesznek részt ebben a projektben itt az iskolában? Az iskának igazából a legtöbb diák részt fog venni. Különböző versenyeket szervezünk, az első produkció egy logó készítése lesz, amire egy versenyt fogunk hirdetni. Igazából mind a három iskolában, illetve mind a négy iskolában, mind a három országban lesz erre egy verseny, és a nyertes logó fogja az egészet szimbolizálni és képviselni. A kollégákkal egyeztetve történelem versenyt fogunk hirdetni az Európai Unió történelmi, illetve ennek a himnusznak a történelméről is még. És a weboldal készítése, ami még kimaradt, amire már vannak lelkes jelentkezőink, hogy szeretnének segíteni. Hány alkalommal voltatok, és milyen emlékeitek vannak a Lindenbergi testvériskoláról? Eddig egyszer voltunk, és szerintem teljesen jó volt. Nekem tetszett. Mi volt a legjobb benne? Hát a nyelv. Hogy beszélhetünk idegen nyelven. Elég messze van, sokat vonatoztunk, de nagyon szép helyen van, és Bodenitótól nem messze, nagyon kedves aranyos város, úgyhogy én nagyon szívesen megyek még egyszer vissza. Mennyit tudtok erről a pályázatról, amiben ugye ez a testvériskola, illetve a ti iskolátok is részt vesz, miként vesztek ti ebben részt? Hát még nem nagyon sokat tudunk róla, de részt veszünk benne. Hát így négy ország, és akkor kimegyünk majd egyszer Lindenbergbe, aztán Olaszországba is, és aztán még egyszer Németországba, és úgy mindenki, így az iskolából majd mindenki jönni fog. Vagy menni. Esetleg a tartalmáról mennyit tudsz ennek a pályázatnak? Hát, hogy fogunk majd táncolni, énekelni, verset mondani, és ez szerintem egy nagyon jó ilyen közösségépítő, meg nyelvgyakorlat lesz, úgyhogy én nagyon szívesen veszek benne részt. Német az mennyire megy már nektek? Hát, mivel múlt évben is fogadtunk németet, meg ebbe az évben is, ezért elég gyakorlottak vagyunk ebben, és nem mondom, hogy annyira beszélnénk, de szerintem jobbak vagyunk a velünk egykorúaknál. A telepi iskola portugál és spanyol partneriskolákkal közösen vesz részt szintén egy Comenius pályázaton, melynek célja, hogy az iskolák diákjai megismerjék egymás kultúráját, valamint hogy felmérjék a három ország munkaerőpiaci helyzetét. 2011-ben a telepi iskola adta be ezt a pályázatot, ez egy Comenius iskolák közötti együttműködés pályázat, aminek a lényege az, hogy különböző országok fognak össze, és egy bizonyos programot valósítanak meg. Először 8 ország volt ebben a pályázatban, 3 nyertes lett, Spanyolország, Portugália és Magyarország,
és ennek a lényege Ablakkal Európára, ez a címe ennek a programnak. Itt a munkaerőpiac kutatás a fő lényeg, meg az, hogy megismerjük egymás kultúráját, történelmét és az országot. 2011. októberében voltak itt először a spanyol-portugál tanárok, akkor egyeztettük a programokat, és a két éves programot megcsináltuk, és utána most 2012. áprilisában voltunk kint Spanyolországban, májusban voltunk Portugáliában, és most jöttek együtt a spanyolok-portugálok. Nagyon jó ötlet, tartom ezt a pályázatot, mivel összehozza ugye, a diákokat, és nyelvtanulás szempontjából is nagyon fontos. Ugye Spanyolországban voltam én személy szerint, nagyon tetszett, mind ugye Barcelona és Candásban voltunk, ez Gijón mellett található, kisebb város, viszont nagyon sok élményben volt részünk, nyelvtanulás szempontjából is, és egy nagyon-nagyon jó csoportot ismerhettem meg. A spanyolok, illetve a portugálok személyében. A spanyolokról mi az, amit megtanultatok kint? Tehát mi az, ami ilyen szembeötlő volt az ő kultúrájukban? Hát, ami szembeötlő, az annyira nem volt nagy különbség szerintem, mint a magyarok között. Ami esetleg feltűnt, hogy ott a férfiak például nem engedik előre a nőket, nagyon nagy a nyüzsgés, főleg Barcelonában, ami szerintem ugye a több ember miatt tudható be. A pályázatnak ugye fontos része az, hogy megismerjék egymás kultúráját. Mi az, ami Magyarországgal kapcsolatban, akár Ferencvárossal kapcsolatban így friss élményként megmaradt önökbe? Well, we are still in the process of learning. Folyamatosan tanulunk. Sok mindent megtudtunk Magyarország kultúrájáról és történelméről. Például az első királyról, megismertük a fontosabb műemlékeket is. A projektnek fontos része, hogy a jövőbeni karrier lehetőségeket vizsgáljuk. Így itt Ferencvárosban jártunk a rendőrségen, tűzoltóságon, Péknél és orvosnál is. Összehasonlítottuk az ezen a területen dolgozó magyar és portugál szakemberek tapasztalatait. Így, hogy megtapasztalták a munkaerőpiaci helyzetet, vagy legalábbis betekintést nyerhettek Magyarországon, mik a főbb különbségek egyébként? Well, I think I can name more similarities than differences. Több a hasonlóság, mint a különbség. Az emberek motivációja, hogy miért az adott munkát választják, hasonló Magyarországon és Portugáliában is. A nehézségek is nagyon-nagyon hasonlóak. Például a munkanélküliség és az alacsony keresetek. A 9.tv és Ferencváros híreit láthatták. Kérdéseiket várjuk a 218-21-21-es üzenetrögzítős telefonszámon, illetve az info@9.tv e-mail címen. Műsorainkat megtekinthetik Facebook oldalunkon is. További nagyon kellemes hetet kívánunk, friss hírekkel jövő héten hétfőn jelentkezünk. Kilenc pont TV. Otthon, város, Ferencváros.